Január 14-én indult el a felkészülés a bajnokságra a Várfürdő Gyulai Termál FC felnőtt csapatának házatáján. Az edzés igen feszített, hiszen heti 6 alkalommal lépnek pályára a fiúk, hogy a márciusi bajnoki nyitányra már megfelelő formában legyenek. Az erőléti edzések tapasztalatai alapján a kondícióval nem lesz problémája a gárdának, így a klub vezetése bízik benne, hogy egy küzdelmes, de eredményes szezon elé néznek. A nagy kérdés, ami ilyenkor lenni szokott, ki megy és ki marad. Különféle okok miatt külföldre, anyagi okok miatt külföldre, munkavállalásra, volt akinek szerződése lejárt, volt akit visszaadtunk az egyesületének. A legnagyobb információ, tehát ami nagyon fontos lenne, hogy kik jönnek, az még nincs, neveket se lehet mondani, folyamatban van, sok minden összefüggi, sok mindentől függ, hogy végül is akkor ki kerül Gyulára, az minden esetre tény, hogy irányító középpályás az nagyon kell, úgy néz ki, hogy a csatár fronton rendben vagyunk, a védelem az a stabil, középpályán kellene megerősíteni, hogy eredményes legyen a csapat. A csapat jelenleg a 6. helyen áll, alig néhány ponttal lemaradva a 2. helyezett mögött. A menedzsment célja benne maradni az átszervezés utáni 3. vonalban. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az 1. helyezett, aki osztályozott játszhat a MB2-es csapatokkal, a 2. pedig stabil bent maradó, a 3., 5. az pedig osztályozott játszik a megyei bajnokkal. Hát a megnyugtató az volna, hogyha 1.-2. hely, és ez a csapatban benne van, és az adott hely is erre alkalmas, tehát nem vagyunk leszakadva, de én szerintem, ha benne vagyunk a 3-5, akkor osztályozóval tudjuk biztosítani a bemaradást az MB3-ba. A Gyulai Várfürdő Termál FC első bajnoki mérkőzését március 9-én Mórahalom ellen vívja.